MOL Magyar Kupa, amelynek új névadó szponzora van. És hát ugye a 64 közé jutásért következik az a mérkőzés, amit eredetileg szeptember 19-én kellett volna lejátszani a két csapatnak, de akkor a hazaiaknál, akiket majd pirosban láthatunk, több COVID-19 pozitív tesztet is találtak, ezért azt a mérkőzést el kellett halasztani, mégpedig a mai napra. A Szeged-Csanád Grosics Akadémiában négy változás van a Vasas elleni kezdőhöz képest. Ugye látható, hogy kék-fekete szerelésben játszik majd ma Dr. Dobos Barna csapata. A kapuban Takács János áll, ez az egyik változás, ugye Varga Bence védett a Vasas ellen. A mezőnyben Ódorváti, Bitó Martin, Pejovic Danilo, ő is egy új belépő, Germán Tamás a csapatkapitány, Gajdos Zsolt, Moga Sergio, Takács Tamás, aki a Mezőkövesdel tavaly ebben a sorozatban döntőt játszott, Olá Gergő, aki Magyar Kupa győztes a Debrecennel, Simon Ádám és Gréci Márton, ők ketten szintén új nevek a kezdőben, a mérkőzés játékvezetője Sipos Tamás, segítői Szalai Balázs és Bognár László. Simon Ádám, Bitó Martin, Gréci, nagyon jól cselez Gréci, szegedi gyökerekkel rendelkezik, jól cseng ez a név a szegedi labdarúgásban. Takács lő gól! Vezet a 7. perc elején a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Praktikál VLS ellen, és ebben a pillanatban már továbbjutásra is áll a vendég kék-fekete együttes. Egy nagyon szépen kidolgozott akció végén a bajnokságban is jól teljesítő Takács Tamás az, aki felteszi az íre a pontot, és ezzel 1-0-ra vezet a Szeged a 7. percben. Pejovic. Moga észreveszi, hogy Gajdos a bal oldalon üres. Bent tartja. Gajdos, Bitó. Gajdos, Bitó. Nagyon szép összjáték, nem volt les. Bitó. Laposan középre, öngól. Óriási öngól. Amivel a 43. percben már megduplázza előnyét a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Hát, hogy kiről pattant be, bevallom őszintén elsőre nem láttam, de az biztos, hogy Bitó nagyon-nagyon kivette a részét a dologból. És akkor nézzük, bogarászuk ki, hogy kik azok, akik lejöttek a szegedi csapatból. Az első gól szerzője tavaly a Mezőkövesdel Magyar Kupa döntőt játszó Takács Tamás már nincs a pályán, helyette viszont ott van Grumics, ráadásul a 16-oson belül Dobos Áron, és gól! Kérem szépen, 24 másodperc telik el a második félidőből, a frissítőnek szánt csere pedig abszolút meghozza a gyümölcsét. A cserék hozzák össze a Szeged harmadik találatát, a 46. percben tehát Dobos Áron találatával már is 3-0 a vendégcsapatnak. Simon, Grumics, Dobos, Jovánovics és Germán. Utóbbi találkozik a labdával, Jovánovics visszagurítja, Dobos, Grumics, gól! A 66. perc első másodpercében 4-0 Grumics góljával, a gólpassz után a csereként beálló Grumics Miroslav be is talál, és ezzel már 4 gól a szegediek előnye. Jovánovics, Simon, Grumics, Grumics megtartja, nem lövi el végül is takarásból. Ódor középre, Grumics fejel gól! A 86. percben Grumics duplájával már 5-0 a Szegednek. Grumics játékában végig és szinte minden pillanatban benne volt a gólveszély. Azt gondolom, hogy nagyon kell neki is ez a dupla. És nem tudták tartani a hazai védők, amit a sok-sok próbálkozás és a két gól is jelez. Az első fél idő végén nem hosszabbított semmit a játékvezető, sőt, le is fújja a találkozót, úgyhogy 5-0-val ott van a legjobb 64 között a MOL Magyar Kupában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Takács Tamás az első 10 percen belül gólra váltotta a már akkor is jelentkező mezőnyfölényt, ami az első fél idő hajrájában egy sárosi öngóllal megduplázódott. A második fél időre 4 helyen változtatott Dr. Dobos Barna, és Dobos Áron a 24. másodpercben ezt meg is hálálta, akkor már 3-0 volt, majd jött Miroslav Grumics duplája a 66. és a 80. percben, és ezzel kialakult az 5-0-ás szegedi győzelem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ott van tehát a MOL Magyar Kupában a legjobb 64 között a Szeged-Csanád Grosics Akadémia sorsolás szombaton
Nagyon köszönjük a figyelmüket. A következő két hazai mérkőzése a Szegednek a Szent Gellért Fórumban október 18-án, az Ajka ellen, 21-én pedig a Gyirmót ellen lesz. Jöjjenek, szurkoljanak a csapatnak. Mostanra köszönjük a figyelmüket, viszont látásra, mozogjanak sokat!